A budapesti első osztályban szereplő 43. számú építők az előző szezonban elődöntős MTK-t fogadja. Az MTK játszik sötét mezben, és rögtön az első percben a helyzetbe is kerül. Mioszki, a 20 éves észak-macedón csatár talál be, ez pályafutása első gólja az MTK-ban, és a leggyorsabb gól a mai Magyar Kupa játéknapon. A két csapatnál egyébként kapcsolódási pont Verebes József, aki mindkét helyen volt edző. Helyzet a 18. percben a hazaiaknál, Stampf Armand szabadrugását védte Somodi. Támadásban továbbra is az MTK, amely 1-0-ra vezet. Itt Kireskapu szabálytalankodik méghozzá Mioszkival szemben. A játékvezető Berényi Tamás felmutat neki egy sárgalapot, és büntetőt ítél az MTK javára. A csapatkapitány Lencse végzi el, és ezzel megduplázza az előnyt a 32 éves csatár, akinek ez az első gólja a szezonban, igaz, mindössze 5 percet játszott a bajnokságban, most a Magyar Kupában kezdőként kap lehetőséget. Prosser helyzetben, a védők ügyetlenkednek, odaér Lencse, és a csapatkapitány Örkényi buktatja őt, újabb 11-est hoz össze a 43. számú építők csapata, óbudai együttesről van szó egyébként, és Prosser betalál, 3-0 már a vendégeknek. Az építők mérkőzésein egyébként nem ritkák a büntetők a kupában, de közben figyeljük az MTK újabb támadását, Mezei ad gólpaszt, és Lencse duplázni tud. Legutóbb tavaly decemberben a Csákvár ellen szerzett 2 gólt Lencse László, Mészöly Géza is ott volt a mérkőzésen. Ez egy jó meglátás Kata Mihálytól, jön középre Barnától a labda, és ott az újabb MTK gól, Prosser a szerzője, ő is már 2 gólos, 5-0 tehát, és továbbra is hengerel a vendégcsapat. Megint csak Barna kapja, ezúttal is rendkívül önzetlen, és gyakorlatilag lemásolja az előző gólját az MTK, Prosser pedig 3 gólt szerez, míg a Honvéd színeiben a Mórahalom ellen ért el mesterhármast a kupában 2016-ban Prosser, itt pedig a 7. gól, Mioszki a szerzője, sőt, Sőn is betalál még a végén, az MTK 8-0-ra nyer, és a legjobb 64 közé jut.